Isten éltessen Jenő sokáig. Igazából én akkor ismerkedtem meg veled, Banda nem is személyesen, hanem csak olvastam rólad, amikor én felkerültem Budapestre, és a beton és vasbetonipari műveknél dolgoztam. És tulajdonképpen kerestem az alkalmat arra, hogy találkozzak roma értelmiségiekkel, vagy olvassak olyan írásokat, amiket ők írtak. És a Szabó Ervin könyvtárba jártam, ahol az Amarodrom újságai voltak feldolgozva. És hát lenyűgöző, inspiráló volt tényleg számomra azok a gondolatok, amelyek ott megjelentek. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy számomra talán te voltál az egyik olyan roma értelmiség, aki a legnagyobb traumát okozta, mert soha nem felejtem le ezt az alkalmat, amikor meghívtatok egy balatonszemesi táborba, és engem 2000-ben azt hiszem magyar kormány jelölt egy független szakértőt az Európa Tanácsba, és hát ez egy tetemre hívás volt. Egészen kegyetlen voltál velem, ami abból a szempontból, most már így visszatekintve, nagyon jó, hogy hihetetlen éles kontrasztokat mutattál, de egyáltalán nem voltál empatikus velem. Ez engem megtanította arra, hogy milyen az, hogyha egy ilyen nagyon, nagyon éles tükröt állítanak az ember elé. És azt gondolom, hogy te valóban egy ilyen kérlelhetetlen, engesztelhetetlen roma polgárjogi harcos vagy, és mindenféleképpen a te szavaid, a te gondolataid, az értékeid egyfajta referenciát jelentenek nekünk. És én nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a roma értelmiségiek, többek között te is, nem vagy a helyeden. Ugyanakkor mégis szerintem az nagyon fontos, hogy több mint 3 évtizedig vezetted a Romanok Kert, és olyan dolgokat tettetek le az asztalra, amit szerintem nagyon kevés roma értelmiségi mondhat el ma Magyarországon. Ezek mindenféleképpen lenyomatot jelentenek a mi életünkön, a táborok, a Romanok Keres ösztöndíjak, az ösztöndíjasoknak szervezett programok, és én azt gondolom, hogy igazából ez egy új életnek a kezdete, ami számodra most kezdődik. Látva hihetetlen intenzitásodat a Facebookon, és a mozgósítást, és szerveződjünk újra. Úgyhogy én ehhez kívánnék nagyon sok erőt és kitartást, és Isten éltessen, Jenő.